Emlékszem arra az élményre viszont, amikor a tanfolyamnak vége lett, akkor azt mondtuk, vagy talán az lehet, hogy fél időben mondtuk, hogy ezt minden szülőnek ki kéne járnia, nem csak az örökbefogadó szülőnek. Tehát nekünk egy aha élmény volt maga a tanfolyam, mert hiszen szinte egy ilyen fehér lapként megy az ember oda örökbefogadó, vagy leendő szülőként, és lehet, hogy a szülőségről nagyon sokat gondol, mert hiszen nekem is vannak szüleim, de az, hogy mi az örökbefogadás, arról igazából nem sokat tudtuk mi előzetesen. Egy tanfolyam az egyrészt sokkal koncentráltabb, másrészt, hogy szülőtársakkal, vagy leendő szülőtársakkal találkozol, az is nagy élmény, és a leendő szülők között is kialakul valami, ami segít abban, hogy jobban tájékozódjunk. Sokszor érzékeltem azt, hogy ahogy így kapcsolatba lépek, általában nőkkel és aztán családokkal, és beszélgetünk az ő útjukról, ők maguk is változnak azzal, hogy ismereteket szereznek, és tulajdonképpen a tanfolyam erről szól, szerezni hiteles ismereteket arról, hogy mit jelent örökbefogadni ma Magyarországon. Ezt nagyon, persze valaki utána olvas, de mégiscsak teljesen más élmény emberekkel beszélgetni, szakemberekkel beszélgetni, találkozni örökbefogadottakkal, örökbefogadókkal, és egy ilyen élő emberi anyaggal, hogy így mondjam csúnyán, és attól megérteni ezt az utat, amit az örökbefogadás jelent. Ugyanakkor a rendszerben csodálatos szakemberek vannak, és nagyon sok olyan segítő, akihez, emlékszem, amikor én friss örökbefogadó szülő voltam, szombat este a Balatonon fölhívtam az egyik segítőt, és azt kérdezte tőle, hogy most ebben a helyzetben mit csináljak. És nem azt mondta, hogy szombat este van, és ne zavarjam, hanem azt mondta, hogy igen, akkor most meghallgatlak. Tehát, hogy a rendszerben nagyon sok elhivatott ember van, nyilván azok, akik ott vannak, vagy nagyon sokan azok közül, akik ott vannak, valóban hivatásuknak tekintik ezt a munkát. Az előbb említett dolog, hogy föl tudtuk hívni ezt a szakembert, akit a tanfolyamon ismertünk meg. És tudjuk azt, hogy igen, ő egy jó szakember, megismerünk 3-4 embert, és akkor hozzájuk bármikor lehet fordulni. Lehet nem mindenki a szombat este, de hogy lehet fordulni. Tehát ez még egy nagyon nagy kincs. Hogyha nincs tanfolyam, akkor most fölhívok, telefonkönyvből kinézek egy pszichológust, és fölhívom, vagy hogy történik ez? Ráadásul a pszichológusok, ugye, tehát ezek nagyon speciális területek. Ahhoz, hogy ezek a kapcsolataink meglegyenek, ahhoz nekünk tényleg ott kellett hosszú órákat tölteni ezeken a hétvégi tanfolyamokon, és olyan emberekkel találkozni ott, akik pontosan ennek a területnek a specialitását ismerik. De emlékszem egy történetre, amit talán a Kántor Nedda mesélt el a tanfolyamon, amikor a származásról beszélt, hogy hogyan közöljük a gyerekkel a származását. Ugye ez nem egy közlés, hanem ez mégiscsak egy folyamatos, megint csak egy élethosszig tartó beszélgetés, a roma származás. És azt a példát mondta, egy nagymama az örökbefogadott gyereket megölelte, és azt mondta neki, így ahogy megölelte a kislányt, hogy te szép cigánylány. És ennyi volt az első kimondása annak, amit a szülők sokszor olyan nehezen és kerülgetve, és most hogyan forduljunk rá arra, hogy a gyereknek azt mondjuk, hogy leültetjük, és megvárjuk, hogy 16 éves legyen, és akkor közöljük. Hát nem lehet, hiszen a gyerek bele kell, hogy nőjön valahogy a saját származási történetébe, és emlékszem erre, ahogy így a Nedda mondta ezt az ölelést, hogy megöleled, és azt mondta, hogy szép cigánynak. És az ennyi. És nem egy közlés, nem várod meg, hogy most ez egy megbeszélés tárgya legyen, különösen nem egy kisgyerekkel, azt se tudja, hogy mi az, de hogy elindítasz valamit, amire aztán vissza lehet térni. És elindítod szépen a szeretetben, és azzal, hogy az identitását elkezded valahogy építeni. És ez a mondat úgy sokszor azért, hogy visszacsenged bennem, hogy ja, így is lehet ilyen egyszerűen, hogy te válogatott cigánylegény, vagy valahogy így mondani, ahogy a mesékben mondják, vagy nem tudom.
a népdalokban. Szóval, hogy ilyen mondatok így bevillannak, hogy aha, ja, ezt így, ez ilyen egyszerű, ami egyébként rendkívül bonyolult, és oda rakja neked azt a feladatot, hogy dolgozz aztán ezzel az identitás kérdéssel. Meg azt hiszem, hogy nagyon alapvető dolgokat az ember fejébe vernek, ami... Tehát én emlékszem arra a párfordulásra, konkrétan egy szülőpárosnak a párfordulására a tanfolyam alatt, ami arról szólt, hogy ugye az, ma már természetesnek gondoljuk azt, hogy az örökbe fogadottság tényét a gyerekkel közölni kell, viszont az nagyon bonyolult folyamat, hogy erről hogyan beszélünk, ugye egy csecsemővel nem lehet közölni semmit, és egy 10 évessel egész más kell megbeszélni, mint egy 6 évessel. És emlékszem arra a szülőpárra, aki nagyon elzárkózott attól, hogy ezt el kell mondani, miért kéne elmondani, hiszen én majd egy csecsemőt viszek haza, és az pont olyan, mintha én szültem volna. És a tanfolyam végére ez a pár meggyőzhető volt arról, hogy akkor járnak jól, ha ezt majd közlik a gyerekkel, és hogy mik azok a módok, ahogy ezt egyáltalán föl lehet építeni, ami egy tényleg egy bonyolult folyamat, és egy folyamatos, egy életen át tartó folyamat, hogy ezt el kell mondani, el kell tudni mondani, és ez mindig ott lesz. Tehát ez nem egy olyan valami, amit egyszer közlünk, és akkor megnyugodhat a lelkünk, hogy megmondtuk, hanem ez egy folyamatos kommunikáció a gyerekkel. És a tanfolyam azt hiszem, tehát nagyon sok érv hozható fel amellett, hogy miért kell ezt a tanfolyamot megtartani kötelezőként, bár én vagyok, aki ezt a szót nehezen ejtem ki, mert minden, ami kötelező, az olyan rosszul hangzik, de abba a tanulásba be kell vonni a leendő szülőket, hogy mi az örökbefogadás, hiszen az örökbefogadás tényével nem találkozunk az átlag életben, és ez egy nagyon speciális élettörténet az örökbefogadó szülői élet és az örökbefogadottság ténye, és ezt nincs honnan tudni. Tehát, ha ez nem kötelező, akkor lehet, hogy megpróbáljuk elkerülni. Lehet, hogy megpróbáljuk megúszni azokat a nehéz helyzeteket, amiben leszünk majd, amikor beszélgetnünk kell egy csomó mindenről a gyerekekkel. Tehát én azt hiszem, hogy az ember sokszor a könnyebbik végét fogná meg a dolgoknak, de ha segítséget kap abban, hogy ő akkor jár jól, ha a nehezebb utat járja, akkor azt fogja választani. És ezt tudja megtanítani a tanfolyam, hogy muszáj az örökbefogadás kvázi nehezebb útját járni, ami arról szól, hogy honnan származik a gyerek, mit jelent ezzel a származással dolgozni, mit jelent az, hogy nem én szültem, ért nem szültem én, hogyan beszélgetünk erről, és számos más kérdés, ami a szegénységgel, akár a roma származással és nagyon összetett háttérrel bír, hiszen ezek az örökbefogadásban mindig vannak ilyen nehéz történetek, vagy hát csak azok vannak. Tehát csak traumatikus történetekből jönnek a gyerekek. Nincsenek egyszerű történetek, és ha ezeket meg akarjuk úszni, nagyon-nagyon rosszat teszünk azokkal a családokkal, amelyek majd fölépülnek, hiszen azok a családok lehet, hogy majd arra gyúrnak, hogy de hát ezt felejtsük el, ez annyira szomorú, erről ne beszéljünk. És akkor ebből a nem beszélésből lesznek mindazok a szörnyű történetek, amikor valaki ott áll 40 évesen, és szembesül azzal, hogy Úristen, honnan származom, és ezek az emberek szültek engem, és hogy van az, hogy eddig hazudtak a szüleim. Tehát ezekkel a szörnyű kérdésekkel, aminek mindenig be lehet menni. Az a tény, hogy a szülők, tehát a lendő örökbefogadó szülők nagyrészt csecsemőkorú, világosbőrű, és lehetőleg lánygyermeket szeretnének, tehát legnagyobb arányban ezt jelölik meg. Ez mutatja azt, hogy mennyire nem tudják megérteni, hogy miről is szól az örökbefogadás. Hiszen itt most nem egy ingyen ajándékot kapunk, vagy egy piacon megvehető tárgyat, és a tanfolyam ebben is segíthet, hogy kicsit elgondolkodja. Nem biztos, hogy meg fogja változni, nem biztos, hogy az a gyerek, aki, vagy az a szülő, aki először ezt gondolja majd, akkor oké, akkor bevállalok roma kisgyereket, vagy más, de hogy egy pici változás talán benne is megkezdődik. Tulajdonképpen talán ezzel a készüléssel lehet a legjobban előállítani azt a készenléti állapotot, hogy igen, tudok már valamit arról, hogy
mi vár rám. És akkor még mindig az van, hogy megjön a gyerek, és fogalmam sincs, hogy mit csináljak abban a helyzetben, amikor azt kérdezi tőlem, hogy vagy azt mondja nekem, hogy én ma nem akarok itt aludni, mert én ma máshol akarok aludni a másik anyukámnál. És akkor nem tudod hirtelen, mit válaszoljál, mert ezt a tanfolyamon így nem tanították meg, de azt megtanították viszont, hogy neked azt kell mondanod, hogy de nagyon vártalak, és szeretném, hogyha majd itt lennél velem, és életed hátra lévő részében is.